Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír október 12-ére. A hold ezen a napon eléri az arany kaput az ekliptikán. Itt lesz egy új irány, hiszen döntésekről van szó. Mint ahogy a képen látható, ez az út jelenthet egy új kezdetet. Itt ennél az arany kapunál a hiádok és a plejádok találhatók. Én ezt mindig összeszoktam hasonlítani Holló anyó meséjével. Mert ha átkelünk ezen a kapun, akkor mi hozunk döntéseket, hogy melyik irányba tekintünk. Vagy vannak negatív gondolatok, mint például ez úgysem sikerül, negatív érzelmek, félelmek, bizonytalanságok, akkor mi vagyunk a szutykos Mari, mert akkor rossz irányba tekintünk. Viszont ha megvannak a pozitív érzelmek, a bizalom, a szeretet, a hit, és a pozitív gondolatok, mint például, igen, ez egy jó döntés, ez egy jó irány, akkor mi vagyunk az arany Mari. Attól függően, hogy melyik irányba tekintünk, hogy melyik utat választjuk. Ezekhez a változásokhoz, döntésekhez jön még egy rahu energia, hiszen a hold eléri ezt a felfele mozgó holdcsomót, és ez is jelent egy új irányt, egy új életterületet, változásokat, befolyásokat, vagy egy meglepetést. Olyan dolgokra utalhat ez a rahu energia, amire nem számított. A mai napon a pénzügyi dolgok jól alakulnak. De ha van egy szerződés, és ezt szeretnéd aláírni, a mai nap nem előnyös erre. Tehát várj még a következő napokban ez a szerződés előnyt jelenthet számodra. Ami a gyógyító erőt illeti, megvan a gyógyító hatás, viszont bizonytalanságokat vált ki belőlünk. A szerelmi életet illetően fontos a biztonság érzete, és itt a napokban tükröződik valami. Bele kell nézni ebbe a tükörbe. Mit közöl veled a társad vagy társnőd, erre odafigyelni. Kell a belső egyensúly. Tehát adni is kell, és kapni is kell valamit. És itt megvan akkora harmónia. A napokban kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez eltart 11-től október 20-áig. A plejádoknál a központi nap Alkioné. Ez egy jó indulat, hiszen Alkioné segít nekünk. Ez egy ilyen finom energiamező, utal egy spirituális területre. És én Alkionét és a plejádokat mindig ugyanúgy, mint az arany kaput is, Frau anyu meséjével szoktam összehasonlítani, és akkor tudjátok, hogy miről van szó. Ez az égi kapu nyílása, ez az energia mező, ez tulajdonképpen a maja naptárból van. Most nem akarom mondani, hogy melyik nap, mi hat ki ránk, viszont ezt megtekinthetitek a Facebook oldalamon, ahol naponta leírom,
hogy mi történik a maja naptár szerint. Ebben a naptárban van 20 hullám. Ezek rezgések. Egy ilyen hullám, egy ilyen rezgés mindig 13 napig van. És naponta leírom, hogy melyik napon melyik hullám, és hányadik nap ebben a hullámban, és milyen energia hat ki ránk. Ezt ott a Facebook oldalamon követhetitek. 12-én a 8. hullámban vagyunk, ebben a 8. rezgésben, ez a 11. nap ebben a rezgésben, és a mai napon, tehát október 12-én ik hat ki ránk. Ik lefordítva szellőt jelent, ami jelenti a mozgást, a könnyűséget és a kommunikációt. És milyen hatás van még a mai napon, ezt is megtekintjük, és ehhez mutatok most egy képet. 12-én a tűz elemében van a hold. A föld elemében van Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó, Szaturnusz bolygó és a nap. A víz elemében van Jupiter bolygó. A levegő elemében az indiai számítás szerint nincs bolygó. Persze én a személyes bolygókat tekintettem meg Szaturnusz bolygóig. És itt látható ezen a képen, hogy a föld és a víz eleme uralkodik, tehát kafa energia hat ki ránk. Az jelenti a biztonság érzetét, az anyagiakat illetően egy biztos munkahelyet, vagy a párkapcsolatot illetően is fontos egy stabil párkapcsolat. De ennél az energiánál hajlamosak vagyunk valamit megtartani, mert úgy érezzük, az jelenti a biztonság érzetét. De elgondolkozhatunk azon, hogy hogyan tovább, melyik úton járjunk, szükségünk van erre, igen vagy nem, ha nem, akkor ezt el kellene engedni. Van egy kis pita energia is, tehát a tűz eleme, ami jelenti a változásokat és a megújulásokat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Benderrel!